az én kedves kis falumban karácsonykor magába száll minden lélek. Minden ember szeretettel borul földre imádkozni. Az én kedves kis falumban a Mesiás boldogságot szokott hozni. Idén először rendhagyó módon együtt tartotta karácsonyi ünnepségét két kerületi idős klub a Cifraházban. A Szivárvány Idősek Klub és a Nagytétényi Idősek Klub tagjait köszöntötte Szepesfalvi Anna alpolgármester. Bármilyen hivalkodó, pompázó díszekkel ékes is, szomorú karácsonyfa az, amely alá az ajándékokat nem a szeretet tette oda. Hát én avval az üzenettel jöttem, mégpedig az, hogy a béke és a szeretet az, amelyikre most a legnagyobb szükség van a világon, és amik ezek az élő közösségek, amikbe önök is tartoznak, ezek teszik lehetővé, hogy mi ezt őrizzük magunk között. Budafok Tétény egy nagyon különleges hely itt Budapest szélén, hiszen mi kisváros vagyunk a nagyvárosban. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ezek az élő közösségek, ahova mi járunk, amikről mi gondoskodunk, amikor mi számon tartjuk a más közösségbejárókat, ezek lehetővé teszik azt, hogy a nagyváros elidegenedése mellett mi otthonosan jól éljük meg az életünket. Úgyhogy ezt a szeretetet és békét kérem önöktől, hogy tartsák meg a jövő évben is, mert minden egyes kis szerető gondolatunk, minden békére vágyódásunk, még ha nem is gondoljuk, hozzájárulhat ahhoz, hogy a végén eljöjjön a világba is a szeretet és a béke. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak, és hoztam ajándékot, hiszen minden évben ilyenkor kiadja az önkormányzat a naptárakat. Ebben az évben azokra a sportolókról szerettünk volna megemlékezni, akik a hihetetlen teljesítményt nyújtottak itt az elmúlt évtizedek során, és összepárosítottuk azokat, akik most nyújtanak óriási teljesítményt azokkal, akiket nyilván teljesen méltán emlékezik rájuk a kerületi, vagy akár a országos történelem. Úgyhogy fogadják ezeket nagy szeretettel, forgassák nyugodtan, és ezzel a gondolattal kívánnék önöknek áldott békés ünnepet és sikeres új évet. Jó egészséget kívánok! A promontor Dalárda ünnepi dalokkal lepte meg a szépkorúakat. Nagy tűz lobog a téren, dob szól és hegedűk, körtánc forog a jégen, sok szív megszelidül. Gyere szól már az ének szó, szánkó vár és friss hó. Így jó, ha minden felnőtt gyermekként játszok. Szól már az ének szó, hintót húz négy patkó. Nézz szét, ma minden jó, álomnak látszó. Ez volt az első év, amikor együtt ünnepeltek, és szerintem ez egy fantasztikus ötlet volt. Hál' Istennek, olyan nagy mértékben lőtt már a klubunk létszáma, mind a két klubban most már 45-45 fő körül vannak a résztvevők, hogy azért egy ilyen ünnepséget egyre nehezebb ott megtartani, és amikor a klubvezetők mondták, hogy esetleg itt közösen tartanák, én nagyon-nagyon örültem neki. Gyakorlatilag több klubtagunk is fellépett most itt, ugye a Promontor Dalárdában is vannak tagok, verset is hallottunk, illetve a csengő szó is, ami klubtagjaink előadásában hangzott el. Minden évben készülünk minden egyes nappali ellátásunknak egy-egy kis apró ajándékkal. Ők általában társas játékokat szoktak kérni, illetve most már elhasználódott a bingó, úgyhogy ismét több klub is kért bingót, és idén ismét a járványhelyzet elmúltával a Magyarországi Vietnámiak Egyesülete is megkereste az intézményünket, és ezúttal a napraforgó fogyatékosok klubjának fognak egy tablettet, illetve különféle fejlesztő eszközöket adni, amiért nagyon-nagyon örülünk. Szepesfalvi Anna alpolgármester minden nyugdíjas számára átadott egy 2024-es önkormányzati naptárat.